Kezdjük is el akkor. Ha megkérdezem tőletek, hogy mi az ígéret földje, csak azt tegye fel a kezét, virtuálisan vagy így, aki nem tudja, hogy mi az ígéret földje. A Biblia ugye beszél az ígéret földjéről, hogy mi is az ígéret földje. Rendben, nagyjából úgy mindenkinek megvan, hiszen ez egy nagyon központi téma a Bibliában. Az ígéret földje az, amit Isten ígért Ábrahámnak legelőször, hogy nekiadja, és az ő utódainak, és aztán ha ma az ígéret földjéről kellene beszélnünk, akkor ma megtaláljuk ezt a földet Izrael és palesztin területén. Van, van egy rész, ami Egyiptomhoz van most csatolva, és különböző területekhez. Sajnos Izrael ma nem birtokolja a, a nekik ígért a, a földet, csak, csak részben, és azt tudni kell, hogy évezredek óta konfliktusok, háborúk, gyilkolások folynak ezért a földért, hogy az ígéret földje a megfelelő kezekbe kerüljön. Ugye uh, Izmael, vagyis Ábrahámnak uh, a, a másik gyermeke, ő is harcol érte, a palesztinok is harcolnak érte, viszont a, a, a kiválasztott nép pedig, a, a zsidók, ők pedig maguknak tudják, hiszen ők kapták az ígéretet, és igazuk van, Isten nekik ígérte. Tehát az ígéret földjéről akarok vele egy kicsit ma beszélni veletek. Hogy miért is fontos az nekünk? Mit kezdjünk mi az ígéret földjével, hiszen mi nem vagyunk ott, mi gyakorlatilag nem vagyunk vérszerinti zsidók. Mégis nagyon fontos még a mi életünkben is, hogy tudjunk az ígéret földjéről, és hogy tudjuk, mit kell vele kezdenünk. À, hogyha megnézitek az ígéret földjét a térképen, akkor nagyon érdekesen van elhelyezve, egy része a sivatag szélén van. A másik része pedig egy nagyon áldott uh, 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 részen van, ugye? Nagyon erős a gazdasága, ásványi kincsekben nagyon gazdag, termésben nagyon gazdag. Tehát van egy ilyen kettősége az ígéret földjének. Uh, nagyon, é, nagyon, érzékeny az ígéret földje a szárasságra. Emlékeztek, az utolsó tanítása arról szólt, ha bemész arra a földre, amit én mutatok neked, és uh, megtartod azokat a parancsolatokat, amiket mondok, én megnyitom az eget, és esőt adok rád a mennyből, az égből, és bő lesz a te termésed, és áldott leszel. Tehát Isten úgy helyezte el, nagyon érdekesen, úgy választotta ki a zsidók számára az ígéret földjét, hogy az ígéret Éred földje eső nélkül eléggé problémás terület. Eső nélkül egy ilyen szárazabb és ekonomiai szempontból elég veszélyes terület, hogyha nincs meg a megfelelő eső, a megfelelő öntözése a földnek. És ő azt mondta, hogy az esőnek a függvénye pedig tőlem függ. Attól függ, hogy engedelmes vagy -e nekem, vagy nem. Én megnyitom az égcsatornáid, vagy elzárom. Erről volt szó ugye múltkor, és ezért nagyon érdekes az ígéret földje. Mi szellemben már az ígéret földjén vagyunk. A mi, az új szövetségi keresztények mi gyakorlatilag az ígéret földjének az áldásaiban járunk szellemileg, ami azért nagyon fontos, mert vannak szellemi időszakok, amikor szárasságokat érzünk. Van, amikor azt érezzük, hogy nincs eső fölöttünk. Van, amikor azt érezzük, hogy olyanok vagyunk, mint az a föld, ami már repedezik a szárazságtól, és kiáltunk az Úr, az Uram, hol vagy, hol vagy. És tudnunk kell, hogy sokszor ez azért történik meg, mert nem tudatosan, de Néha tudatlanul is valamit elmulasztunk az Úrral kapcsolatban, és elzárjuk magunkat, el, el átpozícionáljuk magunkat az áldástól, az esőtől, kilépünk az eső felhő alól. És az ígéret földjének az egyik tulajdonsága, ha nincs eső, száraz lesz. Tehát ezért nagyon érdekes az, a, a fizikai elhelyezkedése az ígéret földjének. Uh, Miért vagyunk ma itt? Miért vannak ezek az alkalmak? Semmi más értelme nincs ezeknek az alkalmaknak, csak is az, hogy hirdessük az igazságot. Miért fontos az igazság? Mert Jézus azt mondja, ha megismeritek az igazságot, az igazság felszabadít titeket, szabaddá tesz titeket, szabaddá mire? Szabaddá arra, hogy egy olyan életet éljünk, ahol mi parancsolunk, gyakorlatilag még a fizikai törvényeknek is, ha Isten úgy vezet minket. Betegségeknek, anyagi forrásoknak, szélnek, esőnek, víznek. Tehát egy olyan hatalom van a szabadságban, amit Isten nekünk adni akar, amit ha megismernénk. Teljesen másfajta életet élnénk. Na azért vannak ezek az alkalmak, mert minél inkább megismerjük, annál inkább növekszik a tekintélyünk, annál inkább növeksz, növekszik a supernaturalbe az ismeretünk és az erőnk, és így egyre inkább élvezhetjük a Krisztusba való szabadságunkat, nem csak a magunk életébe, hanem. Ö, át tudjuk majd implantálni más emberek életébe is, mert ez a célunk tulajdonképpen, hogy ki, ki legyetek küldve, hogy el tudjatok menni hasonlóképpen a Zolihoz, és tudjatok Rigex csoportokat kezdeni, ahol elkezditek ti hirdetni az igét, és ti imádkoztok majd emberekért. De ehhez kell ugye az, hogy megismerjük az igazságot. Kezdjük a legelején. Uh, egy mózes. 3.17. Mindenki fogja ismerni ezt az igét. Ez az ige a következőt mondja. Az embernek pedig monda, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fájról, amelyet, amelyről parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden egyes napján. Tehát két dolgot látunk ebből a versből. Az egyik az, hogy a Föld átok alá került. Az áldott Föld, amit az Úr megformált, teremtett, benépesített, egyik persze a másikra átok alá kerül, hiszen maga a teremtő mondja azt, hogy átkozott legyen a föld, te miattad, az ember miatt, Ádám miatt. Páradtságos munkával munkával lép belőle életed minden napján. Ezért van az, ez az átok az, ami miatt dolgozunk, és mégis szegények vagyunk. Ami miatt próbálkozunk, formálod a kertedet, emész a munkahelyedre, de nem adja meg a föld az ő termő erejét. Tehát az áldás nem ömlik rád úgy, mint ahogy az történt Ádámmal és Évával. Ádám és Éva csak kinyitotta a kezét, és ott volt az áldás. Valamit csak csinálta kertbe, és elkezdett növekedni, elkezdett áldott lenni. Ma el kell menned növényvédőszerekét, ki kell a kulumpi bogarakat, meg kell, nem tudom, mit kell csinálod a kártevőkkel, hadd ne menjek bele ebbe, mert aztán megint nevetünk, hogy nem értek a mezőgazdasághoz annyira. Tehát mindenfélét kell tenned azért, hogy ugye a termésed nőjön. Na azért van ez, mert átok alatt van a föld. És az a föld, amiről mi beszélünk, hogy az ígéret földje, akkor, amikor Isten ezt az átkot mondta, talált ki mi történt, az ígéret földje is átok alá került. Nem mondta Isten, hogy átkozott legyen a, a földnek a délnyugati része miattad, Ádám, nem mondta, az átkozott legyen dél-kelet-ázsia miattad, átkozott legyen a föld miattad. Tehát az ígéret földje, az Izraelnek a földje is átok alá került. Tehát az alap kiinduló pontunk az, hogy az egész Föld globálisan átok alá került. Ez a kiinduló pontunk. Na jó jó helyről indulunk, itt aztán tényleg Jézus Krisztus kell, hogy reménységet fényt hozzon ebbe, de ez az alap helyzetünk. Átok alá kerül a Föld az ember miatt, Ádám miatt. Mert akkor, amikor engedetlenek vagyunk, akkor, amikor kilépünk az Istenne való szövetségből, mindig az kerül veszélybe, ami hozzá tartozik. A nőnek a feladata az volt, hogy tudjon majd szülni. Ezért azt mondta neki Isten, fájdalommal fog szülni. A férfi feladata az volt, hogy művelje a földet, és az uralma alá hajtsa a földet, ezért Isten azt mondta: átkozott a föld miattad. Tudd meg, hogy akkor, amikor, amikor kilépünk Istennek a tökéletes akaratából, akkor nem csak magadat hozod egy kérdéses helyzetbe, hanem mindent, ami hozzá tartozik. Ti férfiak, akik ma itt vagyunk, a feleségeink, a gyermekeink hozzánk tartoznak akkor, amikor mi kérdéses döntéseket és dolgokat teszünk, azzal nem csak magunkat sodorjuk érdekes helyzetbe, hanem a családunkat is, a vagyonunkat is, az autódat, minden, mindened, amit van. Ez egy nagyon megfontolantó dolog. De ugyanúgy mondhatnám most a Szent Szellemmel betelt nőtestvéreket is, hiszen ők is Krisztusban öf, ö, 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 tekintélyek lettek, szellemi hatalmak, az ő döntésük is befolyással van a gyermekeik életére, a férjük életére, hiszen látjuk, Éva döntése befolyásolta Ádámot. Tehát a döntéseinknek következménye van, és egy ilyen következménynek a végeredménye lett, hogy a Föld globálisan Átok alá került. És akkor, amikor átok alá kerül, mindannyian tudjátok az írásokat, jön az özönvíz, az özönvíz gyakorlatilag az az esemény a Bibliába, amikor mindenki elpusztul, kivéve egy családot, nyolc embert, és ugye mi kiemeljük itt Noét és Noénak három fiát, most a tanítás szempontjából, Jafetet, Sémet és Kámot. Ez a három fiú az, miután az özönvíz véget ér, és Noé egy nap leittasodik, amint azt tudjátok, szőlőművelésbe kezd Noé, és egy nap túl sok bort tiszik, és részeg lesz, és mesztelenül fekszik részegen a sátrába. A Biblia azt írja, hogy Kám, az első fiú, megtalálja az ő, az, ő, az ő, apját, mesztelenül kiment és hírül adta a két testférének. Ki volt a két testvér? Sém és Jafet. Akkor, amikor a két testvér meghallja, rögtön fog egy ruhát, hátra, háttal bemennek, hogy ne is lássák édesapjuknak a mesztelenségét, és betakarják őt. Mindenkinek megvan a történet, ugye? Na most, Rendkívül fontos történet ez, ugyanis a következőt látjuk itt. Azért foglalkozunk egy kicsit most az átok kérdésével, mert az ígéret földje átok alá került. Hogy került átok alá? Hogy került dupla átok alá gyakorlatilag? Az első engedetlenség Ádám és Éva kapcsán jött, amiért is átkozott lett az ígéret földje is. Aztán itt van egy második, amikor Isten megtisztítja a földet és uh, újra népesíti, és az újra népesítésnél történik valami, az egyik fiú kám, tesz valamit, aminek hosszú távú következményei vannak. Az pedig az, hogy nem tiszteli az ő, az ő édesapját. Nagyon-nagyon fontos megtanulnunk egy, egy szellemi törvényt. A szellemi szüleink, a fizikai szüleink, ami lehet eltérő, lehet, lehet apukád a fizikailag, és lehet egy egy szellemi apád is, ahogy Pál mondja, én szültelek titeket az úrban, tehát egy szellemi vezető apává vált, szellemi szülővé vált Pál. Ö, rendkívül fontos, hogy akkor is tud tisztelni őket, hogyha esetleg olyat tesznek, ami nem ékes hogyha esetleg meztelenkednek, tehát hogyha van valami rútságuk, van valami hibájuk, hogy te ezt hogy kezeled, az rendkívül fontos, és áldást vagy ö, ö, romlást tud hozni az életedbe. Annak megfelelően, hogyan állsz a szüleidhez. Nagyon sokan azt mondjátok, hogy hát az én szüleim nagyon gonoszak voltak velem, és ezért én nem is tudok velük mit kezdeni. Én nem azt mondom, hogyha van egy bántalmazó édesapád, aki egyfolytában vertéget, hogy, és nem akar változni, hogy maradja közelébe, nem erről beszélek, arról beszélek, hogy soha nem emel fel a kezedet ellene. Arról beszélek, hogy lehet, hogy el kell futnod, és messziről tiszteled és szeretned őt és néha küldeni neki pénzt, vagy segíteni őt, nem biztos, hogy ott kell maradnod, de soha ne harcolj ellene, soha ne fizes neki gonoszal, hanem jót tegyél vele. Mert akkor, amikor nem tiszteljük a szüleinket, a szellemi szüleinket, vagy a fizikai szüleinket, valami történik. Ugyanis a következő történ, történik uh, uh, Kámmal. Uh, Zoli, vágj be nekünk, légy szíves, mert akarom, hogy lássátok az 1 Mózes 9.22-t. Van valami rendkívül érdekes, amit itt látnotok kell. És nem akarom, hogy azt mondjátok, hogy én találom ki, olvassátok el. Tehát 1 Mózes 9.22. Kám pedig Kánaánnak atya meglátá az ő atyának mezítelenségét és híruladák kint lévő testvéreinek. Szóli, légy szíves, mondd meg nekem, hogy ki látta meg az ő atyának a mesztelenségét? Kám. Kám. Akkor ki volt Kánaán? Kám pedig Kánának atya. Pontosan. Tehát Kám pedig Kánaának atya. Kám. Kám bemegy Noéhoz, meglátja, hogy mesztelen. De valamiért a 22-es vers utal nekünk arra, hogy Kámnak van egy fia, akit Kánaánnak neveznek. Ezt most csak egyszer reg regisztráljátok és jegyezzétek meg, hogy Kánnak Noé fia Kám, az ő fia, az ő egyik fia Kánaán. Ezt csak jegyezzétek meg, mert rendkívül fontos lesz. Tehát Kám az, aki bemegy az édesapja sátrába, és azt mondja, mesztelen az apám, kijön, egyet, azt mondja Sémnek és Jafetnek, figyeljetek, apu leitta magát, és még ruha sincs rajta. A két fiú, Sém és Jafet, bemegy, és befedezi az ő édesapját. Felébred Noé, és a következő teszi. Légy szíves, vág be nekünk a 25-ös verset Zoli. Noé felébred, megtudta, mit, mit cselekedett vele az ő kisebbik fia, és a következőt mondja. Átkozott Kánaán, szolgák szolgája legyen atya fiai között. Az Tehát mit csinál Noé? Ahelyett, hogy azt mondaná, átkozott Kám, azt mondja, átkozott Kánaán. Nagyon érdekes dolog történik. Kám az, aki elkövette ezt a dolgot, és Kánaán az az ő fia, akit Noé egyenesen megátkoz. Az unokáját. Az unokáját. Kámnak a fiát. De nem ő követte el. Mégis ő kapja az átkot. Ez, ez, ez. Oh. Miért fontos ezt nekünk megértenünk? ahogy mondtam, amikor te teszel valamit, mindig befolyással van arra, ami a birtokodban van. Akkor, amikor Ádám tett valamit és engedetlen volt, azt mondta Isten, átkozott legyen a föld, te miattad. Mit látunk itt? Kám átkozott legyen Kánaán, te miattad. Tehát azért nem akarok bűnt elkövetni, azért akarok Isten félelemben élni, hogy a nő, akit feleségemül választottam, vagy a gyermek, aki hozzám tartozik, vagy akár egy állat, egy, egy barom, egy tehén, vagy akár az autón, bármi, ami hozzám tartozik, áldás alatt maradjon. Ez az Istenfélelemnek az egyik vetülete, amikor megérted azt, hogy tudsz tenni olyat, ami kihat az egész családodra, kihat mindenhez, ami a hatalmad alá tartozik. Ezért van az, mert lássátok magatokat úgy, mint harcosok. És akkor, amikor egy harcos elbukik, hogy védelmezze a házat, akkor az ellenség be tud jönni és azt tudja mondani, Ó, Péter, elbuktál, ezért most a tiéd lesz. Az ellenség el tudja rabolni, tudom is én, azt a YouTube logót ott mögöttem. El tudja rabolni azt a szófát ott mellettem, vagy aki a szófán ül, azt a gyönyörű, szép hölgyet ott, ott aki ott ül rajta. Tehát mit, mit akarok mondani, azt, hogy azért féljük az urat, nem csak magam miatt félem az urat, hanem felelősséget vállalok azért, amit az Isten rám bízott. Wow. És hogyha vannak gyermekeitek, ha van feleségetek, de ha pusztán van, tudom is én, van egy, van egy autód, amit nem akarod, hogy ellopjanak, nem akarod, hogy összetörjenek, csak értitek, hogy mi megy a szellembe hátul? Mit csinál az ellenség? Elrejti ezeket. Ó, nem kell vallásosnak lenni, nem kell ezt túl bonyolítani, túl okosítani, ti keresztények egyfolytában, mert fél. Mitől fél? Az igazságtól. Mert az igazság olyan szabadságot hoz, olyan látást, olyan megértést, hogy azt fogod mondani, uram, nem teszem, sőt, ha, ha, ha tettem is valamit, azonnal megáldok mindent, ami hozzám tart. Azonnal bűnbánatot tartok, ugyanis a jó hír, uram... Isten, köszönjük Jézus Krisztust. Köszönjük neked, Uram, Jézust, mert csak annyit kell tennünk, Jézus Krisztus, a te véredet kérem most. És abban a pillanatban le vannak bénítva ezek a gonosz erők. Mert ahogy te megbántad a bűnödet, semmi más dolgon nincs rá. Oda mész a feleséget, ez ráteszed a kezed. Uram, megáldom a feleségem. A véred alá hozom a feleségemet. Uram, a véred alá helyezem az autómat, a véred alá helyezem mindenemet, a gyerekemet. És abban a pillanatban elvágtad ezt az átok sorozatot. Köszönjük, Uram, Jézus Krisztus! Mi, tehát az, ahogy megismered ezeket a szellemi titkokat, egyre jobban beleszeretsz az Úr Jézusba. Egyre jobban megérted, hogy Úr Jézus, mit tettél, értünk, fel se tudjuk fogni. És azért nem tudjuk az Urat értékelni, mert túl buták vagyunk. Nem is értjük meg, hogy mitől ment meg minket az Úr. De ezért vagyunk itt, hogy ezt megtanuljuk. És minél jobban megismered az igazságot, nem csak szabadabb lesz, -e, annál jobban szeretni fogod az Úr Jézust. Annál jobban tapsolsz, és alig tudsz a székedben maradni, mert megérted, hogy mit tett, érted. Na most, átkozott legyen Kánaán. Ez az egyik átok. Szolgák szolgál legyen atyafiai közt. Menjünk tovább, mert sok minden mondani való van, de ne felejtsétek el a tanítás ezer részét. Áldott legyen az Úr, Sémnek, Istenek, neki légyen szolgálja, Kánaán. És a harmadik dolog, amit Noé mond, terjessze ki Isten Jafetet, lakozzék Sémnek sátorában, legyen néki szolgálja Kánaán. Figyeljetek nagyon, mi történt. Először is Kánaánt alárendelte Sémnek és Jafetnek. Másodszor a legidősebb fiú Jafet volt, de annak ellenére, hogy ő az idősebb alárendelte Sémnek, mert azt mondta Lakozán Sém sátorába: Sém lesz a befede befedezettséged. Sém lesz az, akin keresztül meg tudlak majd áldani. Ő lesz az, akinek a sátrában árnyékod védelmet lesz. Erről beszélt az Oli. Akkor, amikor az Oli azt mondta, én azért tartok itt, mert tartozom valahova egy ó, egy, egy több ezer éves proféciát idézett elő és élt meg ő személyesen. És ez egy csodálatos dolog, hogy itt van egy fiatalember, nem élt Noé idejében, mégis Noé proféciája alapján beszél. Ez egy bibliai gondolkodás, ez egy igei gondolkodás, amit a Jóisten meg fog áldani az ő életébe. Mert mit mondott? Én áldott vagyok, de azért vagyok áldott, mert sém sátrába lakozom. Mit mondott a feleségem? Mi áldottak vagyunk, de azért vagyunk áldottak, mert lakozunk a profet Tomi sátrába, hozzájuk tartozunk. A Tomi azt mondja a profetom, én áldott vagyok, mert lakozom dr. Sharonnak a sátrába. Tehát ez az a fajta örökség, ami ami miatt áldottak vagyunk, és ezt a proféciát így kell betölteni. Na most, hadd tegyem hozzá, hogy jafet volt az idősebb, ne felejtsétek el, az elsőszülött mindig a vezető. Mit mond Isten? Nem érdekel, hogy te vagy az elsőszülött, te fogod szolgálni sémet. Ő fog befedezni téged, nem pedig te őt. Nem fontos az, hogy hány ember, uh, hány embert térítettél meg, hány ember követ a social médián, hogy uh, hány gyülekezetet alapítottál, akkor is kell legyen szellemi befedezettséget. Mert, ja, mert a Jafet áldása hiány van nem teljes sémnek a befedezettsége nélkül. Tehát itt, amikor Noé ezeket az áldásokat és átkokat megmondja, gyakorlatilag Isten Elmondja, hogy hogy fog kinézni a következő x ezer év. Megalapozza Noé az ő, az ő proféciájával a, a következő generációknak az útját. Vissza fogunk ide még térni, de hadd mondjak, hadd mondjak egy szellemi törvényt, ami fizikai törvény is. Minden a leggyorsabb növekedés akkor történik, hogy a környezetek, a körülmények maximálisan biztosítottak. Mit, mi, mire, mire gondolok? Egy tudom is én, egy ananászfa akkor fog a leggyorsabban fejlődni és nőni, hogyha mediterrán éghajlat alá tesszük. Jó, mondtam, Zoli. Mert látom, hogy nagyon nevetsz, de valóban így van? Évekig mondtad nekem a krumpli magot. Nos, ez, ez egy hosszabb történet, tudjátok el. Sokszor, mikor tanítok, akkor szeretem a mezőgazdaságot, de nem értek hozzá. Tehát akkor, amikor akkor el akarsz kültetni egy virágot, és kiteszed csak a napra, és nem adsz neki vizet, és nincs meg a megfelelő föld, akkor elszárad. De, hogyha megvan a megfelelő föld, a megfelelő tápanyag, nagyon gyorsan növekszik. Minden növekszik, a legjobban ott tud növekedni valami, ahol a megfelelő hasonló környezete van. Ezt ne felejtsétek el, ugyanis a következő mondatom az az lesz, hogy kám, vagyis Kánon keresztül, Kánaán meg lett átkozva. És hogyha elérkeztünk Kánaánhoz, akkor nem nehéz kitalálnunk, hogyha az ígéret földjéről beszélünk, abban az időben az ígéret földjének a nagy része volt Kánaán földje. És azért lett Kánaán földje, mert, mert ez az ember, akit megátkozott Noé, Elment és elfoglalta, a javarészt és benépesedett az ígéret földje a kánaánitákkal, vagyis kánaán leszármazottaival. Na most kérdezhetnénk azt, hogy hogy lehet az, hogy Sém, aki annyira áldott és jafet, mégse tudta benépesíteni az ígéret földjét, hanem Kán és Kánaán, mint a bolongomba, elkezdett nőni, mint a gaz, elkezdett nőni, és mezőgazdaságról beszélünk, ültettetek már bármi hasznosat, észrevettétek, hogy azt, ami, 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 jó, is, elültetitek a földbe, az olyan, az olyan, sérülékeny, bezzeg a gazd, meg a gyom úgy nő, mintha nem kéne. Csupálod, írtod, ütöd, vágod, kitéped, levet és még mindig nő. De ami hasznos, az, az nem. Tudjátok, miért van ez? Minden nől a maga környezetében a föld átkozott. Ezért, ezért a, gyö, a gyom gyorsabban nő, mint az áldott dolgok, mert a megfelelő környezetében nő. Miért népesítetted be Kánaán az ígéret földjét Sém és Jafet előtt? Mert átkozott volt, és az átkozott gyorsabban nő az átkozott földön. Az áldás, az az áldás, az áldásnak a növekedése nem tudott olyan gyorsan növekedni, és most demográfiai adatokról beszélünk ám, tehát ezeket nem kitalálom, kutatásokat végeztem. Tehát a Kánaántól származó népesedés annyira gyors és annyira intenzív volt, hogy mire Kám is, mire sémis fölkapta a fejét, az ő kisöcsük, aki egyébként meg lett átkozva, benyelte az ígéret földjét. Miért? Mert ekkor még átok alatt volt. És a megfelelő, a hozzá hasonló környezetben rendkívül jól tud nőni az, ami beleillik a környezetbe. Egy átkozott környezetbe, hidd el nekem, az átkozott emberek nagyon könnyen növekednek. Ezért nem kell erőködnöd, hogy átkozódj. Ezért nem kell erőködnöd, hogy bűnt csinálj. Ezért kell erőködnöd, hogy ne csinálj bűnt. A mennybe ezért nem fogunk erőködni, hogy jót tegyünk, mert a mennybe a környezet áldott, ezért áldás lesz tenni jó. És annyira áldás, akkora áldás van a mennybe az Istennek egy olyan lelenléte, hogy nem fogsz tudni gonoszat tenni, mert egyszerűen szenvedni, meg kéne erőltetned magad, össze kéne törnöd magad, hogy bármit is tudj tenni. De itt a Földön az ellenkezője igaz, azért nem akarsz imádkozni, azért nehéz jót tenni, azért akarnál néha csak úgy megcsapni valakit, mert a Föld, ahol vagyunk, átok alatt van, és az átkozott dolgok természetszerűleg szeretnének nőni, lángolni, fellobbanni. Ä egy jó igét vágott be a Zoli, miképpen játék a bolonnak bűncselekedni, azonképpen az összes férfiúnak bölcsen cselekedni. Pontosan, tehát a bolonnak ez játék, mert egyszerűen csak jön. Természetszerűleg. Na most ezért, mire a két testvér részbe kapott, Kánaán elfoglalta az ígéret földjét. És mire Isten uh, beszél Ábrahámmal az ígéret földjéről, Addigra ott egy nagy probléma. A kánaániták ellepték. És azt mondja, hogy Ábrahám, uh, nagyon bírlak téged, áldott vagy, sémnek a leszármazottja egyébként Ábrahám. Tehát azért van nekünk Ábrahám, mint atya, mert ő az, akinek a sátrába megyünk. Ő az, ahova Jafet megy. Ábrahám sémtől származik. Tehát Ábrahám, te vagy a jómat, te vagy a kis sémtől származó, a te, sátradba fog meg, a te sátradba fog megpihenni. A pogány, az izrael, a muszlim, mindenki, viszont van egy problémám, te egyedül vagy, Kánaán pedig egy népcsoport lett, több népcsoport tartozik egyébként hozzájuk, és az a helyzet, hogy elfoglalták a földet, amit neked kéne, hogy adjak. Tehát gyakorlatilag az ígéret földjéhez így érkezünk ide. Ez a bevezető története az ígéret földjének. Mert Kámnak az utódai között van. Tehát két nagy hatalom volt, ugye abban az időben három is volt, de az egyik mindenképpen Egyiptom ahova Izrael rabszolgaságba került. Egyiptomnak, Egyiptom a Kámnak a másik unokájától, másik utódától származik, akit Mikrámnak neveznek. Tehát látjátok, hogy Kámnak az utódaitól jött Egyiptom, Babilon, és még egy népcsoport, amit még nem árulok el, már mert beszélünk róla. Ezek, a, ezek voltak akkor a nagy hatalma. Kánaánnak a népessége több népcsoportot foglalt magába, de innen ered Kánaántól. Na most lépjünk akkor, tehát megértettük azt, hogy mi történt az ígéret fölnyével. Megértettük azt, hogy miért, miért miért népesítették be a gonosz emberek, miért nem az áldott emberek. Most már talán megérted azt, hogy hogy. Miért, miért, miért mondja a Biblia, hogy kevesen vannak azok, akik azon járnak? Tehát kevesen vannak az igazak, és sokan vannak a széles úton. Mert a környezetükbe, az adott környezetbe a beleillő tárgy egyén gyorsabban fejlődik. Na most jön Ábrahám. Ábrahám, szerintem ezt a tanítást félbe kell vágni majd. Jön Ábrahám. És Ábrahámnak a következőt mondja Isten. Azt mondja, Ábrahám eredj ki a földedből és a rokonságot közül, arra a földre, amit én fogok neked, neked mutatni, mert nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Csak annyit ír Léci a chatboxba Zoli, hogy és áldás leszel. Ez a, ez a Genesis 1 módos 12 2, de most csak fókuszáljunk arra, hogy és áldás leszel. Az úr pedig mondta, Ábrahámnak miután elvált Lúttól, emelt fel a szemedet, nézz éjszakra, délre, keletre, nyugatra, ezt az egész földet, amit látsz, neked adom, és a te magodnak. Ez az, amit Ábrahám, amit, amit, most Ábrahám lát, az a Kánaán földje. Azt mondja neki Isten, emeld fel a szemedet, mert ezt a földet neked fogom adni, a tiéd lesz olyanná teszem a te magodat, mint a földpora, aztán, mint az égcsillagai. 13-17. Kelj fel azért! Járd be az országot hosszában és széltében, mert neked adom azt. Elmozítá azért Ábrámos sátrát, is, elméne is lakozék a Mambré törgyesében, mely Hebróban van, és oltárt épített ott az Úrnak. Tehát mi történik, nagyon figyeljetek, mert ez egy rendkívül, ez, ez a tanításnak az egyik fő pontja. Következő történik, azt mondja Isten, átkozott a föld Ádám miatt, átkozott az ígéret földje duplán most már, Kám miatt és az ő leszármazottai miatt, Ábrahám, te áldás leszel, ezért, amiért te áldás leszel, menj és járd be a földet hosszába és széltébe. Tehát mi történik? Ábrahámot mire használja az úr? Ábrahám a két lábon járó átoktalanító szerkezet. Ahogy Ábrahám elkezd lépni az átkozott földön, a földnek megváltozik a szellemi struktúrája, és hirtelen áldottá válik. Így nyerjük a mai ismert ígéret földjét vissza. Amire azt mondjuk, hogy áldott az a föld. Ádott az a terület Isten től, mert Istennek a szeme rajta van. Miért? Mert Ábrahám volt az, akibe Isten áldást rakott, és Ábrahám volt az, akinek, aki képes volt a jelenlétével elvinni arról az adott földről, elmozdítani az átoknak a státuszát. És ezért azt mondta neki, Isten járt be széltébe, hosszába minden, hogy járt be, hogy ígéret földjévé tudjon válni. Így nyertük vissza a lendet. Na most miért fontos ez nekünk, mert Ábrahám gyermekei vagyunk. Ez azt jelenti, azt mondta nekem az Úr, ha megértjük azt, hogy, az, hogy semmi nem lesz áldott magától, hanem áldott lesz valami azért, mert valami megszenteli azt. Ezt mondta Jézus, hogy a templomot megszenteli az, ami benne van. A fritláda volt az, ami miatt szenté vált a templom, az oltár volt az, ami miatt szenté vált az ajándék. Minden, ami megéri az oltát szent lesz. Na most ez azt jelenti, barátaim, az igazságnak az ismerete szabaddá tesz minket. Ez azt jelenti, te, ha szent szellemmel be vagy telve ma, és megérintesz dolgokat, azok a dolgok átokból ígéretté tudnak válni, ígéretessé tudnak válni, Izrael népének hasznossá tudnak válni. Te megérinted a haszontalant, és hasznos lesz. Te megérinted a sötétséget, és világosságá lesz. Te megérinted a bogáncsot, a tövist, és egyszerűen rózsa lesz belőle. Megérinted az, a, a rohadtat, és áldott lesz, megint ép lesz. Ezt csinálta Ábrahám. Ezért nagy dolog, amit Ábrahám tett, mert Ábrahámnak azt mondta, az Isten áldás lesz Minek lesz el áldás? Embereknek és a földnek. Így nyertük az ígéret földjét. És az, az az igazság, hogy a sátán testvérek, testvérnők azt próbálja meg eltitkolni előletek, hogy ez a teremtő erő, ez, az, ez a sors átfordító erő, ez az átok elvevő erő, ami összetöri, az, az itt van bennetek birtokoljátok maximálisan. Abban a pillanatban, ahogy beteltetek Szent Szellemmel, ez a teremtő erő ott van bennetek. Két lából járó fridládákká váltatok. Amikor Isten, amikor Salamon megépítette a, a, a Dávidnak, a Salamonnak a templomát, amikor meg lett építve a templom, akkor az ellenség fókuszált Jeruzsálemre. És azt mondta, le kell rombolnom a templomot, le kell rombolnom. Harcoltak a, a palesztinek, harcoltak mi, minden népcsoport Izrael ellen. És ugye az ellenség lerombolta a templomot. Aztán jön Jézus és azt mondja, hogy nem érdekel az a templom, romboljátok csak le, én három nap alatt olyas valamit építek, amit az ellenség nem fog tudni lerombolni, ugyanis most nem egy templom van Izraelben, hanem mi vagyunk az Istennek a templom templomai, mi vagyunk azok, akik járkálnak össze-vissza, és az ellenség nem tudja belokátolni, nem tudja beazonosítani, hol a templom, mert itt is egy, meg ott is egy, meg amott is egy. Ha most gyülekezetben lennénk, úgy elénekelnénk veletek a húsvér templomot, mert pontosan erről beszélek. Isten templomai lettünk, mert azt mondta Jeremiás a próféta: ez lesz a szövetség, azon a napon kötök Izrael egy új szövetséget, törvényemet a belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be a, tábla, a törvényeket, és én leszek Istenük, és ők nekem népen miről beszél itt Jeremiás? A Fridládáról. Mi volt a Fridládában? A kőtábla meg a törvény. Azt mondja, a törvény a kőtábla bele lesz írva a szívükbe. A fridládának a dicsősége ott van benned. Ábrahám, ahogy járt a földön, és ahogy hozzáért a földhöz, a talajhoz, úgy egyszerűen Isten átváltoztatta, el ki tudta venni a kétszeres átkot, és ígéret földjét tudott alkotni és azt mondta, ez az ígéret földje, ez lesz a te utódodé. De te vagy az, aki dipolarizálod a földet. Megváltozott, megváltoztatod a polarizációját. Nem lesz negatív, hanem, hanem ott lesz a kereszt, ott lesz a rossz, és egy nagy pozitív lesz belőle, áldás lesz. Ezért van az, hogy Ábrahámnak kénytelen volt Jézus megjelenni. Ugyanis senki nem képes átkot áldásra fordítani, aki nem látta az Úr Jézust. Legyen az Ószövetség, legyen az új szövetség. Ha nincs Jézus Krisztus, nincs ember a Földön, aki azt, amit Isten átkozottak, mond áldottá tudja tenni. De Ábrahámnak megjelent Jézus. Azt mondta Jézus, Ábrahám látta az én napomat. Ábrahám tudta, mi a kereszt. Ábrahám képes volt idő előtt olyanokat megtenni, ti zsidók, amiket ti föl se fogtok. Ti nem is ismertek engem. Ábrahám pedig látott engem. Képes volt járni a földön úgy, hogy áldást hagyott maga után, előkészítette a földet a következő generációnak. Ez az áldás van bennetek. Ezt akarja az ördög eltitkolni előlünk. Nem tudjátok-e, mondja a Korintus 3.16, nem tudjátok-e, hogy Isten templomai vagytok, és az Istennek a lelke lakozik bennetek. Kelj fel azt mondja azért, járd hosszába és széltébe, mert neked fogom adni azt. Na most hadd mondjak egy szellemi törvényt. Ha kaptál már Istentől bármilyen ígéretet, akkor nem kell feltenned a kezed, csak tudom is én, nem tudom, adjál bármilyen jelet, bárki bármilyen ígéretet, ha kapott Istentől, csak hogy ne, kaptatok rendben. A következő tanú... Hú, hú, a Zoli sokat kapott, mert itt látjuk, hogy még a háttere is megváltozott. Tehát, ha, ha amikor Isten neked ígér valamit, azt mondta neked adom, viszont járd be hosszába és széltébe. Ez azért nagyon fontos, mert mielőtt birtokba vennéd az Istentől kapott ígéreteidet, tanulmányoznod kell. Mert akkor, amikor Ábrahám elkezdte bejárni a földet, a következő történt, először is, nem tudom, hány napig tartott. Tehát gyalogosan, illetve talán teveháton az akkori eszközök szerint, de semmiképpen sem egy tesztlával járt a körbe a földet, hanem, hanem mindenképpen emberi vagy állati erő révén tudott menni, ami nagyon sokáig tartott neki. Hozzátesztük ugye azt, hogy az éghajlati körülmények nem eléggé kudarcak voltak abba az időben, tehát nem egy egyszerű feladat volt bejárni a földet, és nem volt veszélytelen. Látjuk, hogy miközben bejárja a földet, néha azt mondja, hogy a feleségem a testvérem, néha harcolnia kell, tehát nem veszélytelen. Amit Isten azt mondta neki, hogy járd be a földet, ő azért nagyon komoly veszélybe került. Azt mondja, hogy az Isten járd be a bujdosásodnak a földét. Ábrahám úgy járta be a földet, hogy bujdosott. Gondolnátok azt, hogy Istennek a küldetésébe van Ábrahám, és bujdosnia kell? Látjátok, sokszor, sokszor, komplénezünk, és azt mondjuk, uram, miért történik velem ez, miért történik velem az, biztos nem csinálják jó valamit, biztos nem járok vele egy jó, biztos ezért, biztos azért. Nem, nem, Isten beleszámolta, hogy miközben te bújdosol, áldást, áldást terítesz szét, de attól még bújdosol. De attól még nem veszélytelen az, amit csinálsz. Mert Ábrahám úgy ment, hogy bujkálnia kellett. És nem egyszer kevered egy csatába. Na a következő történik, mielőtt át akarod venni az ígéretedet, át akarod venni Istentől azt, amit, amit neked megteremtett tanulmányoznod kell. Bármi is az, amit Isten neked ígért, kezd el kutatni. Kezd el részletesen megismerni kezd tanulmányozni. Ha azt mondta Isten, hogy proféta leszek, kezd tanul, tanulmányozni, mi a profétaság. Ha azt mondta Isten, hogy ingatlanokat ad neked, és gósen fogsz építeni, kezd el tanulmányozni a piacgazdaságot, a, 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 gazdaságpolitikát. Ha azt mondta Isten, hogy, hogy, a legjobb szerelő leszel, kezdj el beiratkozni, és utána nézi tanfolyamokon egy szerelő, autószerelő, vagy akár, tehát tanulmányoznod kell az ígéret. Ha azt mondta volna, Ábrahám, uram, végre nekem adod ezt a földet, és ott ült volna egy helybe, tudod, mi történt volna? Előbb-utóbb Isten elkezdte volna fedni Ábrahámat, és azt mondta volna, ne haragudj, Ábrahám, félre te nem az vagy, itt ülsz a sengeden a helyet, hogy menné és, tanulmányoznád azt, amit meg kell kaparintanod. Azért nem jársz Istennek az ígéreteibe, azért nem tudod elvenni, mert nem teszed meg, amit, ami az első lépése az ígéret birtoklásának kelj fel, járd be hosszába, járd be széltébe, és mozdítá azért Ábrahám a sátrát, és lakozik a Mambré tölgyesébe. Tehát Ábrahám erőfeszítéseket tett, annak ellenére, hogy veszélyes volt, hogy költséges volt, annak ellenére, hogy problémás volt, erőfeszítéseket tett azért, hogy elnyeri az ígéretet. Mit mond a mai keresztény? Uram, te megígérted, és ez így is lesz én nem megyek sehova, Uram, te megígérted, a te szavad hű és ámen, csak mondja meg nekem egy prédikátor, meg démon tudná megakadályozni Istennek a szavát. Egyik se. Ott ülsz és vársz. Vársz, eltelik tíz év, vársz, eltelik húsz év, harminc év, negyven év, és mindig ott ülsz, és azon gondolkodsz. Isten mondta, akkor meg kell, hogy történjen. Igen, csak Isten azt is mondja, menj át beszéltébe és hosszába. Tudd meg. Készülj fel rá hogy mi az, amit neked adni akarok. És ezért van az, hogy jön a profétai szó. Megkapod az ígéretet, de sohasem birtoklod, mert nem jársz. Nem jársz körben, nem mész utána, nem kezded el tanulmányozni, nem kezded el keresni, nem kezded el leásni benne mére. Azt mondta neked Isten, hogy gyógyítások fognak történni a kezeden keresztül? Olvast ki az összes könyvet, ami gyógyításról szól. Kezd el kutatni, hogy milyen fajta gyógyítások vannak. Kezd el kutatni, hogy miért van az, hogy egyszer ördögötűzünk, hogy gyógyulás történjen, utána meg csak imádkozunk. Kezd el kutatni, hogy mi az, ami blokkolja ezt az ajándékot. És ahogy elkezded kutatni, ugyanis ez az, amikor összhangba kerülsz az ígéreteddel. Mert az ígéretet nem várjuk, az ígéretre felkészülünk. Az angol úgy mondja, hogy ott van az idő a preparationre, a felkészülésre, a receiveli, -re, hogy el tud fogadni. Na Ábrahám ebbe tökéletes volt. De ne felejtsétek el, a felkészülés kockázatos. A felkészülésbe izzadni fogsz. A felkészülésbe e, megtámad az ellenség. A felkészülésbe el kell mozdítanod a kényelmes, berendezett sátradat másik helyre. Lekez, igen, le kell szerelned a falról a képet, amire úgy vigyáztál, be kell a bőröndödbe, és lehet a kép majd összetörik. Igen, lehet, hogy el kell adnod az autódat, hogy tudj költözni, lehet, hogy költsége. Tehát kell befektetned abba, amit Isten mondott, nem ülhetsz és várhatod. Miután ezt megteszi Ábrahám, Isten tovább megy vele. Emlékszem, amikor itt van a falon nekem egy gitárom, amikor a gitárt vettem, a feleségem mögött látjátok is, amikor vettem azt a gitát, nem csak megvettem, elkezdtem kikutatni, hogy melyik a legjobb gitár, mit, mit a legjobb megvenni, fémhúrosat akarok, nylonhúrosat akarok, melyik márkát akarom, elektroakusztikusat akarok, vagy akusztikusat. Ez egészen addig műveltem, elmentünk gitárbólba Angliába, nem volt a legjobb az angolunk akkor még. Bementünk egy gitárboltba, és ezt annyira a mesterére műveltem, hogy én már nem is mentem az eladóval beszélni, oda ment a feleségem. A feleségem nem játszik gitáron. És a feleségem elkezdett olyan szakszerű kérdéseket feltenni az eladónak, hogy az eladó le volt döbbenve, hogy azt gondolta, hogy ő is, ő is gitározik. És le volt döbbenve, honnan tud ennyit a gitárokról? Honnan tudja, hogy milyen nyomás kell legyen a fogulap és a húr között? Honnan tudja, melyik húrlába jó? Honnan tudja, melyik pickup, melyik hangszedő a legjobb? Honnan tudja, hogy milyen testet akarunk? Miért fontos, hogy bevágott legyen? Miért? Minden tudott róla. Mert mielőtt birtokoz valamit, meg kell ismerned. Ha megkérdeznénk az abigért, miért ment hozzá Dávidhoz? vajon megismerte -e a Dávidot előtte, vagy csak úgy csukott szemmel hozzáment? én biztos vagyok benne, hogy az a kérdéssorozat, amit az abigél oda tett a Dávid elé, Isten mentsen meg minket attól. Mindent megtudott róla, mi a kedvenc étele, mi az erőssége, mi a gyengesége, horkole, bandsite, szereti-e azt, szereti. -e? Mindent, ezért van az, amikor ismerkedünk, mert csak úgy nem mész hozzá valakihez. Na, miért gondoljátok, hogy az ígéretet csak úgy el tudjuk venni Istentől, anélkül tanulmányoznánk? Jád be, keresztbe és hosszába, mert neked fogom adni. De ha nem járod be, akkor semmit. Minden, amit bejársz, a tiéd lesz. Ha nem jársz be, semmit nem lesz a tiéd. Á, rendben. Tehát, egy Mózes 17.8. És adom te neked és a te magodnak, te utánad, a bújdosásod földét. A bújdosásod földét. Ha egy mai demokratikus keresztény hallotta volna ezt Istentől, aki azt mondja, hogy demokrácia van, esélyegyenlőség van, aki azt mondja, hogy, hogy nekem jogaim vannak, olyan petíciót írtunk volna az Úrnak abban a pillanatban, amikor azt mondta volna, hogy a bujdosásod földje, azt járjon be. Te most komolyan velem akarsz, azt akarod, hogy menjek és bujkáljak, és higgyem el azt, hogy a bujkálás közben áldottá válik a föld, és ahogy bujkálok, te nekem fogod adni. Te most komolyan azt kéred tőlem. Miért mondom ezt? Mert problémánk van az imádkozással. Mert elvárjuk Istentől, hogy az imádkozás ne a bujdosás földjén legyen. Pedig Isten azt mondja, hogy akkor, amikor átkozottat akarsz áldottá változtatni, akkor lehet, hogy bujdosnot kell. Lehet, hogy harcolnod kell. Lehet, hogy veszélybe kerülsz. Lehet, hogy nem, 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 ülhetsz ki, és nem mondhatod, hú, de jó itt lenni, hanem bujkálsz egy bokor alatt, és azt mondod, uram, megáldom ezt a dolgot, megáldom ezt a dolgot, és valaki lőrád lő egy, egy nyilat, vagy elkezdenek kergetni, vagy, vagy éppen el akarják, azt érzed, hogy elveszik a feleségemet. Uram, Isten, mi történik? A feleségem nem tud szülni. Nincs semmi, csak a port eszem egész nap. bujdosásod földje. Az Istennek a szolgálata, az ígéretnek az elvétele, nagyon sok por kell lenyelnünk. De ez bele, ez nem te vagy rossz ilyenkor, Isten így tervezte el. A bújdosásod földjét adom nekem, adom neked. À, na most, abba az időben a nagyhatalmak közé tartozott Egyiptom. Hatalmas katonai hatalom volt nagyon erős hatalom volt. A másik ilyen nagy hatalom volt a kiteusok. Mondanom se kell, mindkettő Kánnak az eszármazottja. Uh, tehát a, a, uh, a, bujdosás, hiding, hiding, igen, köszönöm, köszönöm szépen. Uh, nyugodtan írtok a chatboxba, nézzük közben azt is, hogyha én elmulasztom a feleségem, biztos látja. Tehát az egyik nagy hatalom volt Egyiptom, a másik a kiteusok. Vannak régészeti uh, leletek, képzeljétek el, amikor a kiteusokat olyan erős népcsoportnak uh, uh, ismerik fel, akik képesek voltak az egyiptomiakkal harcolni. A kiteusok voltak azok angolul hetiták, akik ...nek meg volt a titkos technológiájuk, hogy vasat készítsenek. Na most abban az időben nagy dolog volt a vas, mert amíg te menti a bronzal meg a fával harcolni, azok nagyon csaptak téged vassal. Tehát nem volt mindegy, hogy vas van a kezedben, vagy egy fadarab, csak kiteusoknak meg volt a technikájuk, hogy már abba az időben vasat tudtak előállítani. Ezért egy nagyon erős és nagyon elismert hatalom volt a kiteusok. Miért emelem ki őket ennyire? Mert azt mondtam nektek, hogy Ábrahám bujdosásnak a földjén volt, és Ábrahám egy ilyen menekülő életmódot élt, egy bujkáló életmódot élt, de az akkori egyik nagy hatalom így nyilatkozik Ábrahámról, a kitteusok. Hallgass meg minket, Uram, mondja a kitteus népcsoport, a nagy hatalom. Ábrahámnak, mert Istentől való fejdelem vagy te mi közöttünk. Ez azért nagyon fontos, mert ha megvizsgáljátok a történelmet, akkor látjátok, hogy egy olyan nagy hatalom mondta ezt Ábrahámnak, aki, aki Egyiptom mellett fel tudott állni, mint katonai hatalom. És azt mondták nekik a kiteusok, akik látták Ábrahámot, azért hozom a kiteusokat, ami nem láttuk Ábrahámot. Kénytelen vagyunk valami referenciapontot szerezni Ábrahámra, hogy nézhetett ki. Mert azt olvassuk róla, bujdosott. De Ábrahámnak a bujdosás időpontja is olyan hatalommal bírt, olyan tekintéje, olyan autoritéje volt Ábrahámnak, amiért a világ egyik nagyhatalma azt mondta, hogy te Istentől való fejedelem vagy. Ez azért nagyon fontos, megint csak egy alapigasság veled kapcsolatba, mert lehet, hogy úgy érzed, hogy bújtosol, lehet, hogy azt érzed, hogy pici vagy, lehet, hogy azt érzed, hogy még nem vagy készen, de hadd mondjam neked, ha az Ábrahámnak a leszármazottja vagy, már most egy Istentől ellátott, egy Isten által felkent hatalom vagy itt a Földön. És a te hatalma jelenleg hasonlít és odaér a ma ismert nagyhatalmakhoz. Ugyanis Ábrahámnak a hatalma odaért az egyiptom és a, és a, kiteusok hatalmához. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogyha Amerika vagy China vagy ezeknek a nagy hatalmaknak az erejét vesszük, még akkor is, amikor te úgy érzed, hogy nem vagy kész, már ekkora hatalommal bírsz. Csak nem tudsz róla. Azért tanítunk ma erről. Mert az igazságot próbálja meg elrejteni előlünk a gonosz. Hogy kik vagyunk, micsoda hatalmas teremtmények vagyunk. Egy másik hadvezér azt mondja, Abimélek azt mondja Ábrahámnak, az Isten van veled, ígérd meg, hogy nem támadsz meg minket, nem pusztítasz el minket. Tehát amíg Ábrahám azt érezte, hogy bujkál, addig a környezete úgy látta őt, hogy egy olyan hatalommal vált, amitől félnek. Tudtad, hogy a szellemvilág fél tőled? Tudtad, hogy amiért Jézus vére rajtad van, a szellemvilág retteg tőled, és amitől te félsz, igazából csak rá kell kiabálnod, és összetörik. Tudtad, hogy ha gyakorolnád a hatalmad, akkor igazából minden, amit, amit téged megrettent, ötszá, hét felé futna, ahogy a Biblia mondja. Egyúton jön feléd, és hét futon menekülne előled. Csak gyakorolnod kellene a hatalmadat. Tehát ez volt Ábrahámnak az ígérete. És mi az, amit Ábrahám amit megtapasztalt az ő életében? Mi az, amit ő birtokolt? Mert azt mondta Isten, neked adom is a te magodnak. Mi az, amit Ábrahám kapott, és mi volt az a dolog, amit Ábrahám birtokolt, amikor, én, amikor még életben volt az ígéret földjéből? Az egyik ilyen dolog egy nagyon kis kút volt. Az 1 21.30-ba azt írja a Biblia, hogy megvette egy kutot, kutat, hét juhat adott érte, és azt mondta, ez az én kutam, ez a kut hozzám tartozik. Ez volt az egyik dolog. De ez nagyon kicsi volt ez a rész. A másik rész, amit Ábrahám az életébe meg tudott vásárolni, és gyakorlatilag ez az egyetlen egy dolog, ami Ábrahám birtokába valósan, birtokába került az ígéretből, az egy temetőhely volt. Semmi más nem tudott Ábrahám magáévá tenni az ígéretből, csak egy temetőhelyet. A helyet úgy hívják, hogy Makpela barlangja és a hozzátartozó mező. Ez volt Ábrahám első hivatalos birtoka. És ez azért nagyon fontos, mert ehhez a birtokhoz úgy jutott hozzá, hogy amikor a felesége sára meghal, akkor gyászba van, és azt mondja, hogy oda megy a, a hiteusokhoz, a két fiához, és azt mondja, adj nekem egy földet, hogy megvegyem, hogy el tudjam temetni az én feleségemet. Tehát azt mondta neki Isten, hogy neked adom ezt a földet, és amikor meghal a felesége, még annyi földcsincs a birtokába, hogy eltemesse őt tisztességgel. Ez a hitnek az atya. Ettől az embertől vagyunk az úrban. Tehát meg kell értenünk azt, hogy Ábrahám úgy hitt az úrnak, és úgy veszítette el a feleségét, Sára úgy halt meg, hogy nem látta beteljesedni az ígéretet. A, 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 a föld birtoklásáról szóló ígéretet, hiszen látta Izsákot, tehát az az ígéret másik része volt. Sára úgy halt meg, hogy az az ígéret, hogy neked adom ezt a földet, és a te magodnak, de ebbe benne vagy te is neked. Sára nem látta ezt az ígéretet beteljesedni. Ábrahám a gyászak közepén találkozik az ígéret beteljesedésével. Mert az történik, oda megy Ábrahám, egy Mózes 23.3, felkelt azután Ábrahám, az ő halottja elől, felesége elől, és elment a két fiaihoz, és azt mondja, idegen és jövevény vagyok közöttetek, Adjatok nekem temetésre való örökséget, hadd temessem el az én halottamat. És a Biblia szerint ingyen akarták nekiadni ezt a földet. És azt mondta Ábrahám, nem, 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 hadd fizessem ki a teljes árat érte. Kifizeti a 400 ezüstötéte, és hozzá kerül a föld. Na most miért nagyon fontos ez, miért bír szellemi jelentőséggel, és mit akar neked ebből Isten ma üzenni? Ábrahámnak az első tulajdona az ígéret földjén úgy keletkezett, hogy az ő felesége sára meghalt. Azért vette az első birtokot, a temető helyet, mert meghalt az ő felesége. Tudjátok, van az az ige a Bibliában, hogy ha a földbe esett mag el nem hal, egy maga marad. De akkor, amikor elhal, sok gyümölcsöt terem. Sárának a halála volt az, ami beindította az ígéretnek a beteljesedését. Egy más nyelven hadd mondjam nektek azt, hogy sokszor az, amiben elhal a reménységed, sokszor az, ami elhal benned, amit, amit úgy érzel, hogy Uram, nem bírom tovább. Uram, már, már azt, azt se tudom, hogy egyáltalán akarok-e élni. Uram, már azt se tudom elhinni, hogy te egyáltalán ezt nekem akarod adni. Már azt se tudom elképzelni, hogy ebből bármi jó lesz. Az az a pont, amikor elhal valami az életedbe. És Ábrahám egy ilyen pontra jutott az Istenbe. Az, aki neki a mindene volt, akit annyira szeretett sára egyszerűen meghal, és ez a halál egy olyan gyümölcsöt hoz Ábrahám életébe, ami miatt beteljesedik végre az ígéretnek, a föld ígéretének a, a birtoklása ez volt az a dolog, ami fordulópontot hozott Ábrahám életébe. Látjátok, sokszor az, amikor elveszítünk valamit, amikor azt érezzük, hogy kicsúszik a kezünk közül valami, amikor azt érezzük, hogy Uram, nem megy ez nekem, Uram, nem, nem, nem tudom, mit csinálok, amikor minden a fejedetein áll, akkor lép Isten közbe. Egyszer Isten csak hirtelen belép, és az, amit mondott, hirtelen valóra válik. Mert mit tett Ábrahám? Ábrahám először is felajánlották neki ingyen a földet. Tudjátok, miért utasította vissza? Mert Ábrahám azt megértette, hogy nekem földet kell vennem itt. Mert ha nem veszek földet, ha nem lesz a tulajdon jogom, elmulasztom Isten ígéretét. Tehát látjátok, Ábrahám nem csak tanulmányozta az ígéretet, hanem tett érte. Mikor tett érte? az életének a legnehezebb időpontjába. Testvérek, hol van ez a kitartás? Az életünk legnehezebb időpontjába kell a legtöbbet tennünk az Úrért. Mert Ábrahám, amikor gyászolt, azt mondta, hogy, hogy, Uram, itt lenne ez a föld nekem ingyen, elég a bajom, csak hadd legyen az enyém, hadd temessem el a feleségemet. Ábrahámnak eszébe jutott az ígéret. Nem hallhatok meg úgy, hogy nem birtoklok egy részt legalább ebből a földből, mert az a rész lesz a mag, ami biztosít hozzáférés majd a jövő nemzedékének. És azt mondta, nem, én kifizetem a teljes árat. És ezzel, hogy kifizette a teljes árat, jogalapot szerzett Isten ígéretének a manifesztálódására. Ha Ábrahám nem fizeti ki az árat, ma nincs a zsidóknak ígéret hm. Ő volt az, aki magot, aki megvetette a lábát, aki tulajdon jogot szerzett, mint bújdosó az idegen földön. Tehát nagyon fontos az, hogy ha Isten neked ígért valakit, valamit, kutass érte, keres érte, és próbáld meg valahogy elérni. Próbálj meg belefektetni. Próbálj meg utána menni. Még akkor is, ha a gyászod közepén vagy. Még akkor is, ha a legnehezebb életednek a legnehezebb időszakját éled meg. Akkor is, ha azt érzed, hogy idős vagy. Akkor is, ha azt érzed, hogy túl fiatal vagy. Akkor is, ha azt érzed, hogy nincs pénzed, hogy nincs munkád. Bármi is az nem állhat közted és az ígéreted közé. Mert mindig akkor történnek az áttörések, amikor te azt érzed, hogy nem vagy kész. Pál azt mondta, nem gondolom, hogy elértem volna. Mégis ő érte el a legtöbb áttörést. Jézus, amikor a leggyengébb volt, és azt mondta, hogy Atyám vedd el tőlem ezt, akkor adta a legnagyobb győzelmet, amit még ma is ünneplünk. Tehát nem állhatsz meg pusztán azért, mert olyan dolgok történnek az életedbe, ami gyászra kényszerítene. Pusztán azért, mert olyan dolgok érnek téged, ami miatt, ami miatt teljesen működésképtelenné válnál. A, ami, ami miatt azt mondanád, hogy Uram, nem tudom csinálni a kereszténységet, nem tudom csinálni, nem, 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 nincs erőm tovább menni. Ezek azok a pontok, amikor Isten azt mondja, Na most nyomd meg, Na most csináld, mert most fogod megszerezni az ígéretet, most fogod megvenni az első földet, most fog az a, az a dolog átfordulni, amiről beszéltem neked, akkor akkoriban már majdnem, hogy 30-40 éve, most fog téged az elérni. Nem szabad itt megállnod. Tehát Ábrámnak a felesége 127 évesen hal meg. A Bibliában nem találok még egy nőt, akinek az életkorát a Biblia említi. A halálakor. A Biblia nem kezeli, nem emeli ki a nőket ennyire részletesen. Szárát, Sárát viszont kiemeli. Ő az egyetlen, akinek meghatározza a Genesis könyve, a Mózes könyve, hogy hány évesen hal meg. Mert Sára nem csak egy egyszerű nő volt. Sára azt mondja a Biblia, hogy ő a ti anyátok, mert amikor a sárának a leányai vagytok félelem nélkül való az életetek. Sára egy olyan maga Bibliába, egy olyan eszköz, egy olyan csatorna volt Isten számára, ami nem egy egyszerű nő volt, nem egy egyszerű edény, hanem egy olyan csatorna, ami nemzedékeket határoz meg maga után, az ő gyermeke vagy. A sárának a leányai a Biblia szerint félelem nélkül valók. Nem félnek a bukástól, nem félnek a kudarctól, nem félnek az ellenségtől, hanem neki tudnak menni mindennek. Az ő gyermekei vagytok, azt mondja, ha nem féltek. Tehát, még egyszer, promiszlent, mi történik? Ábrahám megkapja a Promislandből a legkisebb részt, egy kicsike részt tud vásárolni, helyet tud vásárolni, ami nagyon fontos lesz, mégis ez volt az ígéretnek a, a beteljesedésnek a kezdete. Képes volt eh, megérinteni a Promislandet, de nem tudta birtokba venni. Miért nem tudta birtokba venni? Mert nem volt rá kapacitása. Akkor, amikor nem elég a kapacitásod, nem tudod elvenni teljesen azt, amit Isten neked adni akar. Azt mondja Isten Mózesnek. Mózes, minden hely, amit a lábadnak a talpa megnyom a tiéd lesz a pusztaságtól a libanonig. Mit mond Isten Mózesnek? Az, amit a lábad megnyom, Mózes a tiéd lesz. Miért lesz a tiéd, Mózes? Mert valaki más ugyanezt megtette már. Te annak a munkájába állsz bele, amit más elkezdett. Azt mondja, én annak az aratására küldenek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti mások munkájába fogtok beleállni. Mert ebben a mondásban igaz, más a vető, és más az arató. Mózes, neked végig kell menni, és csak az a föl lesz a tiéd, amit megnyom a lábad. Ezt mondta megint csak az oli. Mert, hogyha, mert, mert, nem lehet nagyobb a szolga az ő uránál, neked, mint tanítványnak végig kell járnod a tanítódnak az útját. Azok a lábnyomok, amiket Ábrahám végig járt, azt mondta Isten Mózesnek, Mózes, te face to face beszélek, te vagy a kiválasztott proféta, de ha nem lépsz az Ábrahám nyomdokaiba, egy darab földet nem kapsz. Mózes tud, a barátomnak nevezlek, de nem csak te vagy a barátom, előtte ez volt még egy barátom Ábrahám. Ha nem állsz be az ő sátra alá, ha nem mész be az ő sátrába, akkor nem tudom nekem adni, nem tudom neked adni. Ezért ugyanazt mondom, neked most Ábrahám után, mint amit Ábrahámnak mondtam, ezért van nekünk szellemi befedezettségünk. Ezért tartozunk valahova. Ezért kell legyen Istenben szellemi vezetőd. Mert Isten nemzedékről nemzedékre gondolkodik. Mert azt mondja Mózesnek, amit Ábrahám bejárt, menj és érints meg a talpaddal. És ahogy megérinted, megnyomja a talpadat, a tiéd lesz. Nem állhat meg akkor senki előtted. Miért? Mert beléptél az Ábrahámi szövetségbe. Mit mond Isten Józsuénak? Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adom, amiképpen szólottam Mózesnek. Tehát látod, mit csinál az Úr? Azt mondta Józsuénak, amit mondtam Mózesnek. Itt, itt nincsenek magányos farkasok a Krisztusban. Nem, nem lehet az, hogy te hozzád az Úr beszélt, és elkezdtél menni, és megváltoztad a félvilágot. Ha nem vagy visszakövethető, ha nem tudod nekem itt most megmondani, ki a szellemi befedezettséged, bajba vagy. Mert azt mondta Isten Józsuénak, hogy minden, amit a lábad érint, ahogy én azt mondtam Mózesnek, Mózesnek azt mondta, hogy menj is, amit megnyom a talpad, mert kinek mondtam ezt előbb? Ábrahámnak. Mert mit mond Isten? Jafed, bemész sém sátrába, és ő az az a sátor fog téged befedezni. És azt mondta Isten Józsuénak, hogy menjél, és minden, amit a talpad megérint, neked adom. Miért? Mert valaki áldottá gyalogolta a földet áldottra gyalogolta a földet. Ezért mondom, hogy ha ülsz egy helybe, és nem teszel semmit az úrét, akkor nem vagy bölcs, mert Ábrahámnak gyalogolni, menni kellett, tenni kellett azért, hogy áldást hozzam. Kérdezd meg az urat, uram, mi az, amit tudok érted tenni? Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Menjek bizonságot tenni az embereknek, alapítsak egy gyülekezetet, imádkoznak az emberekért, kezdjek el adakozni, kezdjek el főzni a szenteknek, kezdjek el e-maileket írni, hogy bátorítsam, én tudom is, én kezdjek el posztolni, kezdjem megosztani ezeket a tanításokat, akármi. De menned kell, mert ha nem érint valamit a talpad, azt adom neked, amit megnyom a talpad. Hogyha a talpad, vagy a hátad csak az ágyagyat nyomja, Isten neked adja majd az ágyadat, de az ágyadat nem sokra mész. Hogyha a, a, a talpad csak a, tudom is én, nyomja a házadat itt, meg körbe-körbe jársz, és imádkozol a házadba, az bölcs dolog. De ha nem mész ki a házadból, és a talpad nem fog nyomogatni más területeket, Isten nem tud megáldani. Használjuk, amit az úrtól kaptunk, bölcsességet. Ki kell mennünk járni, meg kell érintened embereket. Tudtad, hogy neked kéne tenned bizonságot embereknek? Oda kéne menni valaki, és azt kéne mondani, és meg kéne tudatosan megérinteni. Ne haragudj, figyelj csak, mondhatok valamit. És ahogy megérintetted, már is kontaktot, már is áldottál. Az áldásnak a lehetősége rajta van. Na most itt vigyázatok, itt nem a lábunkkal érintjük meg őket. Nehogy nekem kimész a Starbucksba, és neki állsz rugdosni embereket. Mert megvan van írva, hogy amit a lábad megnyom, az ne áldott. ne, ne áll neki álltuk karatézni. Tehát nem erre értem, de áldás hordozói vagytok. Sokszor megérintünk dolgokat, hogy áldottá váljanak. Használd az érintést, használd az érintést. Tehát Záró igék, Zsoltár 61.6. Mert te, Isten, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nekem. Tehát azok az ígéretek, amiket Isten nem is neked ígért, hanem azoknak, akik tisztelik őt, azok hullanak rád. Ábrahám kapta az ígéretet, és te kapod meg az áldást. Igaz emberek kaptak ígéreteket előttünk, és ránk hullott az ő áldásuk. Ez az Istennek az ígérete. Tudjátok, miért örülünk ennyire? Miért mondja a feleségem, hogy wow, jaj! mert végre rájött a feleségem arra, hogy az áldása nem csak tőlem múlik, nem csak azon múlik, hogy én mennyit imádkozok, hanem rájött arra, hogy oké, okay, ha a férjem alszik is, vannak igaz emberek még az úrban, és ő miattuk mi áldottak leszünk. Nem kell megvárnom, amíg lefolyik az áron szakánáról az olaj, és rám folyik, hanem vannak Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, Renyátbonki, Benihin, Profetumi, Arajomi, Tilai Zoltán, Uh, tudom is én uh, Beniel, iPhone-ja Lázár, Attila uh, Viktória, Andrásnél, János, Péter, Eszter Farkas, Gégény, Jabiga Dávin, Anasztázia Német, G, Adrián, Szilvia Budai, Mária, M mind itt vagytok és a ti áldásaitok mind ránk tudnak hullani ezért amit én dolgozok lehet, hogy te fogod megkapni az áldását dicsőség az úrnak ezért uh, tehát mi, miért fontos a kapacitás? Arról beszéltünk múltkor, hogy növeljük a kapacitást. Ugye keresünk, kutatunk, hogy növekedjünk, erősödjünk. Azért fontos a kapacitás, mert képzeljétek el, amikor Izrael népe bemegy az ígéret földjére, és elfoglalja a 12 törzs a Kánán földjét, csak részét foglalták el az ígéret földjének. Aki, aki ténylegesen először képes elfogni teljes egészében, majd hogy nem az ígéret földjét, az Dávid és Salamon. Mert addigra erősödik meg létszámban és hatalomban Izrael. Ábrahám egyedül volt, ezért Ábrahám csak egy kis földet tudott venni. Ő volt az ígéretnek az elsődleges birtokosa, de csak ennyit tudott belőle elvenni. Itt van Izrael, akik egyébként, mikor belépnek az ígéret földjére, körülbelül 60 ezeren vannak férfiak, plusz a nők, tehát körülbelül 1 millióan vannak. És még ők se tudják birtokba venni. Sőt, azt mondja Isten nekik, hogy nem üzök ki mindenkit, mert számban nem vagytok még elegek, sokasodnotok kell, ezért még nem tudod birtokolni a Földet. Tehát ahogy nő a kapacitásod, annál több ígéretet tudsz birtokba venni. Ha tudnád, hogy a teljes ígéret miről szól, és úgy vagyunk itt, mint Ábrahám. Ábrahám csak egy kis temető földet vett. Izrael már elvette egy nagy kánáni részt, de Dávid és Salamon kiterjesztette a sátukat, a hatalmukat. Tehát nekünk, ahogy növekszünk, úgy fog nőni az örökségünk. Úgy fog nőni az áldás rajtunk. Most hadd imádkozzak, hadd ki ezeket az igazságokat, mert azt érzem, hogy meg kell törnünk az ellenségnek a hazugságait az életünkben. Úgy érzem, hogy meg kell törnünk azokat az erőket, amik visszatartják ezeknek az igazságoknak nemcsak a megismerését, hanem ezeknek az igazságoknak a felnövekedését a szellemükbe. Hogy onnan a szellemedből feltörjön az értelmedbe, és az értelmedből elkezdjen manifestálódni ebbe a fizikai világba. Imádkozz Fogunk most ezért az áttörését. Uram Jézus, köszönöm Neked ezt a mai napot, és minden igazság, amit ma elmondtunk, haszontalan akkor, hogyha nem megy át a szellemünkből a lelkünkbe, a gondolatunkba, az érzelmeinkbe, hogyha nem tud manifesztálódni ezen a földön. Mert, Atyám, Addig, amíg nem jött Jézus Krisztus, és nem tudtál manifestálódni ezen a földön, annak ellenére, hogy jó voltál, senki nem tudta megtapasztalni a te teljességedet. De mikor jött Jézus, be tudta mutatni a te teljességedet. Atyám, azért imádkozok, hogy amiről ma beszéltem, hogy mi vagyunk a két lából járó fridládák, hogy az átkozott földet áldottá tudjuk változtatni, hogy a rosszat jóvá tudjuk változtatni, hogy Uram, azok a generációk, amiket lehet, hogy az apánk védkezett, de mégis Kánaán bűnhődik kérte. Azok az emberek, akik ma itt vannak, és a szüleik vagy az őszüleik bármit elkövettek, és ezért ők hordozzák a felelősséget, Uram. Ők hordozzák a terhet. Uram, ma felszabadítom ezeket az embereket a következmény alól, mert Jézus Krisztus az a személy, aki elvitte, elhordozta ezeket az átkokat, mert megvan írva, hogy minden, aki fán függ, átkozott, mert Uram, Te voltál az, aki megváltottál minket, a haláltól, Uram. Mert az van megírva, Uram, hogy a Krisztussal együtt meglettünk feszítve mi is. Élek többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amelyik életet most élem, az te benned élem, az Isten fiába való hitben élem, aki megvan írva, hogy szeretett engem, és odatta értem önmagát. Ezért, Uram, valamennyi ígéret, ami iratott a Bibliába, te benned a Krisztusban lett ámmenni, és igenné, Uram, a Jézus Krisztus nevében ezeket az ígéreteket akarom ma felvenni, mint az én örökségemet. Felveszem, Uram, ezeket az örökségeket, és elveszem, Uram, tőled is azt mondom, Uram, hogy birtokolni akarom. Imádkozom, Uram, hogy az igazságnak az ismerete, amit ma kihirdettem, hadd hozzon szabadságot. Hadd értsék meg, a testvéreim, hogy a bujdosásunk földjén vagyunk ugyan, de a bujdosásunk földje, felér, Uram, a világ nagyhatalmainak a tiszteletével. A világ nagyhatalmai, Uram, elismernek minket, és azt mondják, hogy Te az Isten áldott embere vagy. Lehet, hogy Te azt érzed, hogy bujdosol, de mégis mi úgy látunk, mint egy áldott embert, egy áldott Isten emberét, egy hatalmat. Egy tekintét. Ezért, Uram, a Jézus Krisztus nevében most imádkozom, főleg, Uram, most hadd imádkozok a Lázár Attiláért és a feleségét, mert, Uram, az a test, amiben vannak, becsapja, Uram, őket, úgy néz ki, mintha idős lenne az a test. De, Uram, én nem idős testeket látok, hanem látok izmos Józsuékat, látok áldott sárát, Uram akik képesek, Uram, az ő örökké való szellemükkel, amik bennük van, feje tetejére forgatni ezt a világot. Uram, megdorgálom azokat a hazugságokat, amiket a világ elültetett, Uram, itt a földön, a fejünkbe, hogy Uram, elromlik a szemünk, hogy elromlik az egészségünk, hogy a sátrunk leomlik, mert megvan írva, ha meg is romol a külső sátorunk, ami belső emberünk napról napra megújul. Uram, ezt a megújuló erőt profétálom a Lázár családra, ezt a megújuló erőt profétálom mindenkire, aki ma itt van. Hadd tudja meg ez a világ, hogy a Fridláda nem veszett el, hanem áttransformálódott. Mert Uram, amíg a zsidók, amíg a muszlimok keresik a Fridládát, addig mi keresztények azt tudjuk mondani, hogy ne keressétek azt, ami élő, a halottak között. Mert Uram, keresik a Fridládát, mint amikor az emberek keresték Jézus a sírba, de Uram, te kijöttél a sírból, és Uram, nincs egy fix hely, ahova lennél, mert a fritládák itt vannak, Uram, az élők között van a te szövetséged ládája, és nem kell, hogy megtaláljuk, Uram, a ládát, hogy visszajöjjön az Izraelnek a hatalma, nem kell, hogy megtaláljuk a ládát, hogy kérubok vegyék körül, és kiterjesszék a szárnyukat a te népet fölé. Uram, parancsolj azoknak a kéruboknak, parancsolj azoknak az angyaloknak, hogy tábor járjanak. A Jézus nevében körülöttünk. Ahogy mondtad, Uram, hogy vannak különböző angyalok a mennyben, akik felelősek még a szépségért is, az anyagi áttörését, a harcokért, a háborúkért, a kielentésekért, a profécikus szavakért, a nemzetek megnyeréséért. Uram, küld ezeket az áttörő angyalokat, ezekkel a titkokkal, mert Uram, ezek az angyalok a láda fölött vannak. És Uram, nem az én szépségemért, de az, aki vagyok, az élő Istennek a temploma, a szövetségnek a birtokosa. Ezért tekints le rám, ma Uram, és törj össze minden igát az én életembe. Mert nem lehet, Uram, hogy a Te szented rothadás lásson, nem lehet Uram, hogy bármi iga, bármi lánt ott legyen ezen a szövetség ládáján. Mert Uram még a szent hegyet is, ha csak egy idétlen barom is érintette meg kellett kövezni, meg kellett, hogy halljon. Uram, nem nyúlhat senki a te szentjeidhez. Jézus nevében, Uram, ha azt éreztük, hogy hozzánk is nyúltak, hozzányúltak uram mi egészségünkhöz, hozzányúltak ami mi hormonjainkhoz, hozzányúltak, Uram, ami beteg... A betegség, betegség által a gonosz hozzánk nyúlt. Jézus nevében, Uram, imádkozom, hogy tűzemésze fel az ő kezüket, mert csak azért tudott hozzánk nyúlni, mert az elménkben elhitetett, hogy ez lehetséges, de meg van írva, Uram, hogy aki hozzáért a Szent Ládához, még, még féltés szempontjából is, azonnal meghalt. Uram, hogy lehetséges az, hogy a te szent ládád, a frid ládád, a te élő templomod megvan érintve a gonosz által, csak azért lehet, mert nem ismerik fel a te néped, a te szentjeit, hogy micsoda hatalom van bennük. Uram, mától kezdve azt mondjuk, hogy én Uram olyan ember vagyok, akit nem lehet megérinteni a, 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 a dicsőség miatt, ami rajtam van. Mindenki, aki megérint engem, rossz intentionnel, rossz szándékkal egyszerűen bajba fog kerülni, mert megvan írva, vagy átkozott aki téged átkoz. Uram egyszerűen nem tud minket megérinteni. Ezért van megér, vagy nem illet hozzád, nem érhet hozzád a veszedelem, nem mehet a közeledbe, mert mi vagyunk, Uram, a szövetség ládái. Mi, Uram, nem csak ládák vagyunk, és nem csak mi vagyunk biztonságban, hanem minden, amit megérint a lábunk. Minden, amit megérint, Uram, imádkozok, holnap hadd menjenek a testvéreim, Uram. A lidlbe. Hadd menjenek vásárolni, hadd érintse meg a lábuk a földet a Jézus Krisztusnak a nevében. Hadd érintse meg a lábuk, Uram, azt, amit, uh, amit Uram, áldották el tegyenek. S Uram, imádkozok most azért is, hogy hit mai naptól kezdve, Uram, hit által. Nem fogjuk kívánni azt, amit a másé, Uram, de hozz, el fogunk menni helyekre, és meg fogunk érinteni helyeket. Meg fogunk érinteni tárgyakat meg fogunk érinteni ingatlanokat, és azt fogjuk mondani, Uram, én megérintem, és ez az enyém lesz te benned. Te adni fogsz nekem, Uram, ilyet. Birtokba veszem, Uram, mert én vagyok, Uram, a szövetségesnek a birt. Minden a tiéd, Uram, és Uram, az a hatalom, ami bennem van, Uram, hozzáférést, access ad nekem mindenhez, Atyám. Uram, imádkozom, hogy ezek az igazságok essenek bele a mi elménkbe, a mi szívünkbe. És Uram, emlékeztes minket ezekre a hétköznapokba. És Atyám, imádkozom azért most azokért a testvéreimért, akik úgy érzik, hogy meghalt, Uram, az ő reménységük. Hogy úgy érzik, hogy Uram, elveszett az ő magjuk, ahogy Uram, Ábrahám is azt érezte, hogy Uram, szomorúság a nehézségben van, mert sára meghalt. Imádkozom, Uram, azokért a testvérekért, akikem most nehézség van, és depresszió van, és úgy érzik, hogy, hogy nem megy a szolgálatuk, vagy nem megy az életük, vagy nem megy a házasságuk, vagy vagy nem megy Uram a, a kereszténység nekik, vagy bármilyen terület a munkaerő uram, vagy bárhol a kapcsolatok tekintetében. Imádkozom, Uram, és kijelentem, hogy Uram, minden, ami elhal a mi szemünkbe, megvan írva, hogyha elhal, ha Uram, meg is hal, a te kezedbe gyümölcsöt fog teremni, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogyha a földbe vetett mag elhal, sok gyümölcsöt terem. Uram, imádkozom, hogy minden, amit most elhaltnak, látszon, látszik, uram, kapják vissza az én testvéreim sokszorosan. Mert uram, azt is jelenti, az a sírtumb, az a sír márménak a, 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 a völgye, amit Ábrahám vett, hogy a... a Kétszerességnek a, 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 a jelenléte. Uram, minden, amit, amit a gonosz elvett tőlünk, kétszeresen add vissza a te népednek. Kétszeresen ad nekik vissza, Uram, duplán áld meg a te népedet atyám a Jézus Krisztusnak a nevében. És Uram, imádkozom hogy a mindenki, aki ezt, ezeket a szavakat hallja, akár csak vissza is nézi a felvételeket, szentszelem imádkozom, hogy jelenj meg az ő életükbe, ahogy megjelentél Ábrahámnak. Mert Uram, ezek logos szavak, réma szavak, de Uram, imádkozom, hogy te személyesen, mert te személyesen megvan írva, leszek az Istenük, és ők lesznek nekem népem, te személyesen menj és beszélj, Uram, ezekkel az emberekkel. Jelenj meg nekik álomba, küldj nekik az igéből üzenetet, küldsz profétákat hozzájuk, Uram, hogy beszéljenek, Uram, hogy hirdessék, Uram, azt, hogy micsoda hatalomra vannak elhívva Jézus Krisztusnak a nevében, Atyám. A Jézus Krisztusnak a nevében, Uram. Köszönöm neked, Uram, ezt, a, ezt az alkalmat. Köszönöm, Uram, hogy hirdethettük a te igazságodat, a te jóságodat, Atyám, a Jézusnak a nevében. És imádkozom, Uram, mindenkiért, aki most utazni fog, aki el fog menni valahova, aki, akinek mennie kell, Uram, bárhova. Imádkozom, Uram, értük, hogy védelem alatt legyenek. Imádkozom, Uram, azért, hogy Uram, a te kegyelmed járjon velük, mert Uram, meg van írva, hogy a, a fridládába volt a te jelenléted, és Uram, a te jelenlétedet mindig angyalok és védő erők veszik körül. Kijelentem, Uram, hogy mindenki, aki itt van, védelem alatt áll a Jézus Krisztusnak a nevében. És Uram, imádkozom, hogy az igazság, amit ma hallottunk, feltörjön bennük, bennünk, Uram, és használjuk, Uram, az erőt, amit tőled kaptunk, és minden, amit a lábunk megérint, a miénk lesz, Uram, és senki nem állhat meg előttünk. Senki nem állhat meg előttünk a Jézus Krisztus nevében, Atyám. Amen és Amen. Annyira izgatott vagyok, mert nagyon csodálatos az Úr ma. Az Úr emlékeztetett engem egy körülbelül 5-6 éve ezelőtti bizonyságomra, ami Magyarországon történt, egy nagyon mély állapotomban voltam, és otthon voltunk Magyarországon, és mondtam neki, hogy apostol, nem vagyok jól, imádkoz értem, kérlek. És ahogy imádkozott értem, és ezt a bizonyságot hozta fel bennem ma a Szent Szellem. Ez egy nagyon régi bizonyságom. És kérdeztem az urat, uram, miért hozott fel ma bennem ezt a bizonyságot? A bizonságon pedig az, ahogy ő imádkozott, értem, az profétálta nekem, hogy uram, ő nem tudja, hogy ő a te frigyládát, hogy a te dicsőséged van benne, ezért most kérlek, tegyél mellettem bizonyságot, hogy amikor ő kimegy az emberek közé, lássák meg a te dicsőségedet, hogy ő a te frigyládát. És ezt így kiimádkozta, nagyon ránk szállt Istennek a szelleme, sírtunk is, és mondom, uram, rendben, hát ez biztos, hogy így van. És Megpróbálom nagyon röviden, és éppen mentem egy másik városba aznap, mert dolgom volt, teljesen elfeledkeztem, hogy reggel az apostol kézrátétellel így imádkozott értem, ez alapján a kijelentés által. És egyszer csak azt éreztem magamban, hogy elmentem egy drága üzlet mellett, ahol nagyon drága ruhák voltak, hogy menj oda be. És én mondom, de minek? Mindegy, hallgattam erre az érzésre, bementem, és elkezdtem nézelődni a ruhákat, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy az eladó nő már egy ideje csak követ, és néz. És már zavart, hogy miért követ ennyire, miért figyel ennyire. És fel, találtam egy ruhát, bementem, gyorsan fölpróbáltam, és megkérdeztem a férjemet, hogy szívem mit gondolsz, erről a ruháról megfelelez, de szerinted nem túl kirívó? Mert nagyon figyeltem az öltözködésem, és mondta, hogy nem, szívem, ez tökéletes. És ahogy ezt a mondatot kiejtettem a számon, bátorság lett benne, hogy megföltegyen nekem egy kérdés, azt mondja, hogy elnézést, ne haragudjatok. Azt mondja, hogy ti keresztények vagytok. Nézek rá, igen, de ezt honnan tudod? Azt mondja, amióta beléptetek ebbe az üzletbe, olyan dicsőség árat rám, hogy azt mondja, remektem, az képzeljétek el, azt hogy remektem, és kérdeztem, uram, mi történik velem? Azt mondja, amióta ez az emberpár belépett ebbe az üzletbe, remegek, Isten dicsősége betöltött, és azóta csak nyelveken imádkozok. És képzeljétek el, ez a, test, ez a testférnő nem rég jött vissza az úrba, mert ő kiesett a világba, és pár hónappal ezelőtt tért vissza az Istenhez, és kért Istentől bizonyságot, hogy Istenem, adj nekem bizonyságot, hogy érzékelem -e még a te dicső jelenlét. Étedet. Elkezdtem sírni, hanem neked fogalmad nincs, hogy ma reggel a pásztorom azt profilt hogy amikor bemegyek egy helyre, Isten dicsőségét érezzék az emberek, mert én az ő frigyládája vagyok. És ezt azért szerettem volna elmondani, mert nem értettem, hogy ma miért hozza fel bennem ennyire frissen az Úr ezt a bizonyságot. És kérdeztem Szent Szelem, de miért pont ma? Hát ezért, testvérek, azért, mert szeretnélek benneteket megerősíteni abban, hogy amit az apostol kiprófétál, azt Isten bizonyságát teszi a te életedben. Erre testvérek, saját magam vagyok a példa, aki ezt megtapasztaltam, és hogy bátorítani, búzítani akarlak benneteket, hogy ti, ahogy én is, mindannyian Isten frid ládája vagyunk. Úgyhogy dicsőség az úrnak ezért apostol, hogy a tanításod által felfrissítetted ezt a kijelentést bennem. Köszönöm, az Úr Jézus áldjon meg!